Újra lesz nyugdíjas párt Magyarországon, szervezői szerint azért kell megalapítani, mert a civil mozgalmak gyengék ahhoz, hogy képviseljék a több millió idős ember érdekeit. Az Idősek Demokratikus Szövetsége egyetlen parlamenti párttal sem akar szövetséget kötni. Hát a végső cél bejutni a parlamentbe. Ráadásul már a legközelebbi választáson, vagyis 2018-ban. Az Idősek Demokratikus Szövetségének szervezője azt mondja, hogy várnak minden olyan 50 év fölötti magyar állampolgárt, aki szeretné, ha lenne képviselete a parlamentben. Az időskori méltó élet, a méltó egészségügyi ellátás és az időskori méltóság, az időskori diszkriminációval szembeni szembeállás. Pénzük még mindehhez nincsen, azt remélik, hogy a rövid idő alatt tömegpárttá válnak, és akkor a tagdíjak fedezik majd a költségeiket. Az látszik, hogy a béreknek a növekedése az radikálisan lehagyja a nyugdíjaknak az emelkedését. Az elemző szerint a nyugdíjas párt iránti igény érthető, de hasonló szerveződés egyszer sem jutott be a parlamentbe. Ilyen réteg pártoknak, tehát amelyek egy társadalmi csoportra fókuszálnak, nincsen létjogosultsága. Mind a választási rendszer, mind a választói magatartás ezt mutatja. Én nem hiszem, hogy ennek akár mérhető támogatottsága lenne a 2018-as választásokig. Egész egyszerűen azért, mert a nagy pártok, a tömegpártok, a néppártok ugyanezeket az ügyeket fel fogják karolni. Több szakértő szerint, ha tényleg lesz nyugdíjas párt, az a jelenlegi választási rendszerben akár csökkentheti is az ellenzék esélyeit 2018-ban. A kispártok megjelenése ugyanis a Fidesznek kedvezhet. A DK alelnöke azt mondta, hogy örül a nyugdíjasok aktivitásának, a pártalapításnak viszont nem. Én amellett szállok síkra, hogy igenis a meglévő demokratikus pártok mellé, őket segítve, támogatva kell közös egyetértésre jutni. Itt létre kell hozni egy olyan együttműködést, amely Orbán Viktor maffia rendszerének leváltásáról szól. A hamarosan megalakuló nyugdíjas párt szervezője viszont azt ígéri, hogy egyik párttal sem kötnek szövetséget. Hasonlóan gondolkodik egy 130 ezer embert képviselő szövetség vezetője is. Szerintem jól kell csinálni, és akkor van értelme. Ma már tudjuk, hogy a jobb nem jobb, a bal meg megint nem bal. Szóval itt eléggé keverednek az értékrendek. Lehet, hogy nem ideológiák mentén, hanem mondjuk érdekek mentén van értelme pártot szervezni. Európában egyébként több országban, így Hollandiában és Szlovéniában is van saját parlamenti pártja a nyugdíjasoknak.